Üdvözöllek! Nemrég jutottam hozzá az innovatív, egyedi és praktikus csomagolásban elérhető Bonduelle inspirációkhoz. Európa zöldség specialistájának legújabb fejlesztései közül a nagy kedvencek, a csemege kukorica, a csicseri borsó és a vörösbab mostantól egy adaghoz elegendő kiszerelésben, akár hidegen, akár melegen, bárhol könnyen felhasználhatók. A termékek gőzben pároltak, állaguk ropogós, pizzák, tésztaételek, köretek színesítéséhez. A kompakt kiszerelés kényelmesen elfér a táskában, tornazsákban. Sőt, a csomagoláson recept is található, amely új ötletekre, ízekre inspirál, de a receptekből elsajátíthatsz tippeket, amelyekkel kedvenc ételedet, a megszokott ízeket is feldobhatod. Most egy finom, könnyű salátát dobtam segítségükkel össze. Egy nagyméretű salátástálat készítettem elő, majd beleadagoltam sorban a hozzávalókat. Kimagozott, felkarikázott fekete olívabogyót, felezett koktélparadicsomot, felkockázott kápia paprikát, két doboz Bonduelle kukorica inspirációt. Ezután hozzádobtam a félbevágott, héjából óvatosan kiszedett s darabolt avokádóhúst. Az avokádó héját nem dobtam ki, ugyanis a tálalásnál még szerepet szántam neki. Meglocsoltam olívaolajjal, balzsamecet krémmel, megszórtam a provanszi fűszerrel, és sóval. Hozzáadtam a tonhal konzervet. Ezután óvatos mozdulatokkal, hogy a hozzávalókat ne törjem tovább, összekevertem. Fél óra hűtés után tálaltam. A felezett avokádók héjába töltöttem vissza a salátát. Ennek a tálalásnak nagy sikere volt, de tálalhatott salátástálban is. Mi teljes kiőrlésű zsömlével fogyasztottuk. Ezzel együtt is kiváló tápanyag összetételű, megfelelő kalóriatartalmú vendégváró vacsoránk volt, amit mindenki élvezett. Ne maradj le az új receptekről, iratkozz fel YouTube csatornámra!